De nézzük meg először a másodikat gyorsan, és igyekszek gyorsan, tömören elmondani. Tehát az igazság tekintetében is végez egy eljárást a Szentlélek, de hangsúlyozom, még eddig nem tettem, hogy a hívőkön keresztül, olyan embereken keresztül végzi a világban a Szentlélek ezt a feladatát, akik föl vannak kenve. Tehát az előző, a bűn tekintetében nyilvánvalóan az evangélium hirdetése az, amit felhasznál a Szentlélek, mert a hit hallásból származik, tehát az evangélium hirdetése az, ami rendkívül fontos szolgálata minden hívő ember számára, mert a világ csak ezáltal tud jobbá válni, mert jobbá akkor válik a világ, tehát hogyha megismerik, hogy van bűnbocsánat, volt vérrontás, nem az emberek vére, hanem a názáreti Jézus vére, untatott ki, és ez a vér megszerezte minden ember számára a bűnbocsánatot, de természetesen megvannak ezzel kapcsolatosan a szellemi feltételek, és pontosan ezért kell az evangéliumot mindenkinek hirdetni, és az evangélium elutasítása taszítja az embert a hitetlenség állapotában véglegesen. Ha elutasítja az ember az evangéliumot, nincs más, csak Isten irgalma. Tehát megmarad a bűn, de Isten irgalmas, azért ne felejtsük el. Van sok eszköz a kezébe. Tehát ezért bátran hirdessétek az evangéliumot, mert az evangéliumnak a hirdetése az a világ megmenekülése szempontjából a leghatékonyabb, legfontosabb isteni eszköz. Ha nem hirdetitek az evangéliumot, elvesznek az emberek. Alászállnak a pokolba. Nem valósul meg az életükben Istennek a terve. De hirdetik az evangéliumot, megnyílik a kegyelemnek az ajtaja számukra, és nagy pozitív változások állhatnak belé az életükbe. Természetesen a hit működése, igazsága által, és megnyerhetik Istennek a javait, áldásait, és ráadásul betölthetik azt az értelmet, ami miatt Isten megtervezte őket, és megszülettek. Tehát ezt a munkát ne adjátok, ne hagyjátok abba, bátran hirdessétek az evangéliumot, hogy a hit nagyobb legyen az emberek szellemében. Mondjuk közösen, a hit hallásból származik, a hallás pedig Jézus Krisztus evangéliumának hirdetéséből. És ezért szívvel hiszek, az igazsággal, és szájjal teszek vallomást, megvallást az üdvösségre. Szívemből hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus meghalt a bűneimért, és föltámadott a halálból a megigazulásomból.